kicsik jöttek, elvittem automosóba, és az automosó srác mondja nekem, mikor kitisztították, mondja nekem, hogy majd szeretessek. Szeretessek már be spéci kapcsolót valahova, mert hogy 1000 kulcsos BMW-nél azt szokták csinálni a mosóba, a mosó srácok, hogy ezt állítólag kurva könnyű más. Van valami kütyű, csak bele kell tenni, aztán gyurva a jelét, aztán izé, már tudják is tudni. És ezért a pesti, hogy mondja nekem, hogy pesti mosóba ne adjam be a BMW-t, hogy ne adjam be a BMW-t. Legrosszabb, mert ő 20 olyan BMW-ről, Igen, hát múltkor is volt egy csábó, aztán nagyon örült a bőrösségre beszélni. Igen, hasonlóan felettem. Ahhoz képest, hogy azóta nem játszottam. Érted, hogy én a szemtudt, de én ugye én ezt nem meséltem, de én sem mutattam, és most ez a, ráadásul ez a rohadt csábó, ebből még ki is nézem, hogy ezért. Sivált. Engem ahogy leírtak, de hát több, de igazi nepper, nem? Nem láttam. A srácot nem láttam? Hát te itt volt. Én láttam. Nem mehettem oda, Zoli. Én nem tudom, melyik volt. Ja. Én annyit tudtam, hogy a lányomtól kérdeztem, hogy elvittem el levelet, mert jöttem, leadtam, meg volt beszélve, hogy beadom a levelet, jön, ő bontja ki, tehát hogy teljesen olyan legyen, hogy összesakszolva érted. Hát figyelj, a csávó olyan is volt, hát úgy ültem mellette, érted, mint egy darabuborka. Az igazság, hogy én is idegen lettem, mint részvényes. Én is ideges lehetsz, mint részvényes. 10%-os. Jaj, úgyhogy a csávóban azért nagyon jól játszott a szerepét. Ha, ne nyújtsd ilyen hosszúra a történetet, mert azért van csak, hogy pihenni akarsz. Igen, mert még egy kicsit szeretnék feltöltődni, mert te is jó szkvassolsz, és nem akarok 21 nullára kikapni. Megiszok egy ásványozat, ezt kezdve. Úgyhogy ez a jelen sztori. Tehát, hogy... én is kérhetek egy szőlőlevet. Én is. Ha tesz, megiszom a szőlőlevet és nyomom még a kólát. Lassan tessék. Majd utána az ásványvizet. Rehagy magad. Ez tényleg kemény. Ne nézzük, hogy a búj szőlőlevet. De még sörözni fog. Jó. Ettetek? Marci, hogy ki tudod, hogy menjen a gyöbbé? Honnan hoztad? Ki vagyod? Én tudom, hogy menjen a gyöbbé. Azért. Honnan hoztad? Makólát. Az melyik? Ez igen, az nem Sport and Life. De ezt még nem fogom. Mi? Figyelsz, még el kell gondolkodni. Most mennünk a halászlé. Nagyon finom. Szauna után menni, csalászlé? Az a kaja van, ami ott van az asztal. Ezen kívül kell, akkor pizza után. Kérdezem én, hogy szauna után, ha még hagynak az emberek, akkor ott van az asztalon? Igen. Minden itt van az asztalon, azt ennyi. Én még megiszom a szőlőlevemet, kert kiver, így van, aztán szaunázunk, sörözünk, dumálunk. Tényleg, Zoli, és érezted úgy az elmúlt hetekben, hogy követnek? Esetleg úgy, hogy rezdül a pokol? Ezt inkább így kérdez kell. Tehát itt susogtak a falevelek a hátad mögött néha? Figyelj csak a válaszom... Figyelj neki a levelezés szerint. Figyelj csak a válaszom a következő. Hív az öcsém, hogy nincs a véletlen egy családi fotó, meg egy fotó, amin ő van kiskorában. És akkor így gondolkozom, hogy az meg... Fogadjunk, hogy valami fotót akar kell kicsikarni az öcsémen keresztül tőlem. Nem mondom, gondolkozok így keményen, hogy kertnek van egyrészt kertnek van egy csomó fotója rólam, meg a gyerekről, tehát akkor ez mégse, akkor próbálom Majó Tamást így izélni, hogy minek kell az a fotó, akkor ott köntöm az, hogy valami izény volt, bulihoz. Tehát, hogy azt szeretném mondani, hogy végig olyan érzésem volt, hogy követnek. Bárki, bármivel. Az meg ez a kelet-európai értelmiség. Örökké aztán mondjuk, üldözik és arra jövett, hogy tényleg. És az volt, hogy tényleg. De azért mindig is húsz a pirohátra. Vagy már úgy érzed, hogy kész vagy? Nem. Úgy érzem, hogy... Még nem. Úgy érzem, hogy ahhoz túl sokat leveleztetek, hogy vége legyen. Figyelj csak, Zoli, ezt a túl sokat lesz, ezt úgy kell képzelni. Hányan mondtuk le a részvétel? 8. Hát te lemondtad, én is. Akkor lemondtam. Először a... Már. Először a...
Jackovics. De Jackovics a sajt, mert az első jön. Az nem ér. Ez így van, de az első az ő volt. A Jacek lemondta. A Jacek lemondta. Ez körülbelül az egyik legfiatalabb ötlet. Igen. Gyerekek, mondjuk már le, bazd meg, elég szarabb érzés nem lehet valakinek, hogy egy sok ilyen passzabb ötlet. Ez valami tegnap ötlet, tegnap előtti ötlet a pillanat. Nem, 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 a kuruc info se az jött, mint az jött meg. De az még nem, az előbb volt, nem, a kuruc info se az előbb volt, a tény. Mondja már, és mi van a portálban? Nem, először felvetettük, szóval a portál. Milyen portál? Ős portál. Azt a sítszat, nála van a majó pont. Red kill. Először fölvetődött ezt, hogy mondjuk te. De aztán utána az első katmere levéllel foglalkoztunk a mindenkettőket. És akkor én mondom, jó, én lemondom. Emlékszem, múlt vasárnap elég finoman, spontán, nem tudom. De finoman lemondtam, hogy a vacsára nem maradjon, de lemondtam. És akkor valamelyütök kérdeztek, gyerekek, mi van a lemondásod? És akkor én írtam, hogy gyerekek, én lemondtam, ez mindenki rá van bízva, de hát nem úgy van ezért. Majótól mi azt tudom, az jött lefelé az autópályán, azt mondja, beszélünk egymással, vagy nyomtam, mint az állat, mert késésben voltam, bajai út, mondom azért, Tominak mondom, aztán mondom, majd Kecskemétig még eldöntöm, lehet, hogy még lemondom én is. Végén már valaki elkezdett aggódni, talán éppen az operatőr kollega volt az, hogy te magad is lemondtad. Kártai is lemondta. Kártai is lemondta, de már délután kettőkor is lemondta Szegedet. Azt mondja, én is lemondtam, lejtőzködünk, már itt vagyok a dugótéren. Én meg a milyen a bélmiak, késtem. Kövér háti nyálon egyébként vezetnek a hátulját, csak úgy mondom a bélmiak. Nincs nagyobb öröm barátaim bánatánál. Így van, így van. Nem szabad, ne kamerázzál, ne kamerázzál. Ne kamerázzál. Zoli, mennyire gondoltál ezt? Mert különben ostor lesz seggembe, vagy mi van? Segget nem tudom, segget nem fogom kirángatni. Berakta! És itt